Maximálisan elégedett vagyok. Így értékelte az igazgatói szemlét követően a paksi kirendeltségen tapasztaltakat a Tolna megyei szervezet új vezetője, dr. Balázs Gábor. Az igazgató a személyi állomány felkészültségéről, a technikai eszközök karbantartottságáról és a laktanya rendjéről tájékozódott keddi látogatásán. Eszközállományban mindenféleképpen elégedett vagyok. Az eszközöknek az átlag életkora az nem éri el a 10 évet, sőt, vannak olyan eszközeink, amik csak két és fél évesek, tehát ez mindenféleképpen pozitív, és ezt meg kell, hogy tartsuk ezeknek a karbantartottsági szintjét. Amin fejleszteni szükséges, az az, hogy minden oldalú gondoskodást nyújtsunk a beosztott tűzoltóállományra. Egy komoly fizikai felkészültséget, nagy szellemi megterhelést igénylő munka a tűzoltó munka. Dr. Balázs Gábor paksi látogatásának másik kiemelt célja az volt, hogy új igazgatóként megismerje a járási katasztrófa védelmi tevékenység során együttműködő szervezetek, hivatalok, önkéntes egyesületek és önkormányzatok vezetőit, képviselőit. A meglévő szervezetek közötti kapcsolatot jónak értékelte a megbeszélést követően a megyei katasztrófa védelmi igazgató. A mai megbeszélésen több területre kitértem. Egyik ilyen nagy szegmens volt a járási védelmi bizottság, a helyi védelmi bizottságnak a kérdése, ahol a védelmi igazgatás aktuális kérdéseit beszéltem meg a szervezetek vezetőivel. Semmi problémát nem látok ezen a területen. Ugye a tavalyi év egy nagy próbatétele volt az új védelmi közigazgatásnak, a Dunai árvíznek a kezelése. Itt Tolna megyében és az ország más területeihez hasonlóan szerintem példaértékű volt. Dr. Balázs Gábor kérésére döntés született arról, hogy segítve a fiatalok, gyermekek felkészítését a baleseti és a katasztrófa helyzetek elleni védekezésre előadássorozat indul Pakson is, együttműködve a Klebelsberg intézmény fenntartó központtal. Az első rendezvény május 20-án lesz a Bezerédi, a Deák és a második Rákóczi Ferenc általános iskolákban is, harmadik és negyedik osztályos tanulók részére hirdették meg a programot.